Legutóbb 3 évvel ezelőtt lépett fel a The Beavers Nyíregyházán a Vidor Fesztivál keretein belül. Akkor hatalmas koncerttel ajándékozták meg a rajongókat, és az idei műsorra is így készültek. De nagyon bízom benne, hogy előre fejlődött, vagy hogy előre jutottunk, mint zenekar 3 évvel ezelőtti. De hát én úgy veszem észre, vagy úgy hallom vissza, mint hogyha jobb lenne a zenekar, mint volt 3 éve. De hát ezen sokat is dolgozzunk, hogy jobb, évről éve jobbak legyünk, izgalmasabbak, szórakoztatóbbak, és hát végülis azóta bővültünk is, mert most már hétfős a zenekar, azt hiszem. A Vidor Fesztivál legjobb kamara előadása a Varsói Melódia volt, amelyet az Orlai Produkciós Iroda hozott el Nyíregyházára. Középpontjában a fájdalmas szerelem áll. A darabot Kocsis Gergely rendezte, a női főszerepet Tompos Kátya játsza, akinek régi vágya vált valóra azzal, hogy eljátszhatta Helgát. Nagyszerű színészi teljesítményeért a legjobb női alakítás díját nyerte el a fesztiválon. Sokat beszéltünk arról, hogy legyen-e akcentus a lánynak, vagy ne, vagy inkább csak legyenek ilyen szórend megfordítások, de aztán végül arra jöttünk rá, hogy ad egyfajta kiszolgáltatottságot, vagy esendőséget a karakternek, és ami nagyon kell ebbe a darabba, és akkor úgy maradtam, igazából felkerestem egy lengyel lányt, aki a Balassi Intézetben tanult, és hosszan beszélgettem vele, és próbáltam levenni azt, hogy beszél ő magyarul, és szerintem az nagyon sokat segített. Nekem nagyon nagy élmény volt, és örülök, hogy végül is akcentussal játszom ezt a szerepet. Tompos Kátya partnerét Ador Jáni Bálint játsza. A színész úgy gondolja, a darab nem csak az idősebb korosztálynak, hanem a fiataloknak is sokat mesél a II. Világháború utáni történelmi viszonyokról. Nem törekedtünk arra, hogy ezt a darabot minden körülmények között visszapréseljük abba a korban. Nyilván ez egy megírt szöveg, tehát olyan sokat a dramaturg nem változtatott rajta. Tehát van rengeteg olyan utalás, ami azért visszaröpít abba a korba, és nagyon fontos tulajdonképpen, most megint visszatérek az idősekhez, akik éltek ebben a rendszerben, vagy emlékeznek még erre a rendeletre, tulajdonképpen van egy személyes viszonyuk ehhez, hogy mi az, hogy nem lehet. Mi az, amikor valamit megtilt a mindenkori rendszer. A zsűri által megítélt díjakat a művészek későbbi előadásokon a saját színházukban veszik majd át.